Köszöntöm nézőinket, Önök a Szentendre ma adását látják, elsőként nézzük mai adásunk tartalmát röviden. Testületi ülés döntés született. Hagyományok határon innen és túl 3 éves projekthez csatlakozott a Petzert József szakközépiskola és szakiskola. Élőben a Rádió Szentendre a Vizes 8-as elől szólt a délutáni műsor. Egyetértettek több napirend szavazásánál a városvezetők a múlt csütörtöki ülésükön. A testület tagjainak határozniuk kellett Szentendre város egészségügyi intézményeinek vezetői posztjáról. Döntés született a városi úszodával kapcsolatban és a Pest megyei könyvtár alapszabályának módosításáról. Legutóbbi ülésükön csütörtökön döntöttek a képviselők Szentendre város egészségügyi intézményeinek vezetői posztjáról. 11 éve irányítja sikeresen az intézményt dr. Pázmány Anna Mária, akinek vezetése alatt megújult az intézmény épülete, bővült a szakorvosi ellátás, hosszú idő után sikerült megemelni a teljesítmény volumen korlátot, valamint az intézmény csatlakozott a Bella programhoz, ezzel is biztosítva az egészségügyi ellátás minőségét, a folyamatos betegellátást. Miután dr. Pázmány Anna Mária 2019. december 31. napjával lemondott a határozatlan idejű intézményvezetői pozíciójáról, ezért a magasabb vezetői beosztása határozott idejűvé vált. Megszűnt a V8 úszoda leasing szerződése. Egy márciusi határozat értelmében a kormány 2,89 század milliárd forintot biztosított a Szentendrei Vizes 8-as úszoda és szabadidő központhoz kapcsolódó adósságrendezésre. Ennek következtében az úszoda leasing szerződése, illetve a leasing biztosítására szolgáló óvadéki szerződést is megszüntették. Az önkormányzat adásvételi szerződés keretében megszerzi a jelzáloktól tehermentesített úszoda ingatlan tulajdonjogát, és azt haszonbérbe adja az Aquapalasz Kft.-nek, azzal, hogy az ingatlan birtokba vételéig az Aquapalasz Kft.-nél marad, így az úszoda folyamatos üzemeltetése biztosított. 7. napi rendi pont az úszoda leasing szerződésének megszüntetéséről, az úszoda ingatlan adásvételéről és haszonbérletéről szóló előterjesztés. Van ehhez kapcsolódóan kérdés, észrevétel? Amennyiben nincsen, akkor a határozati javaslatról kérném szépen, hogy szavazzunk. És úgy gondolom, hogy Szentendén ezzel egy nagyon nagy jelentőségű, emblematikus ügy végére kerül pont. Azt gondolom, hogy nagyon nagy öröm a szentendreieknek, hogy ezt eredményesen tudjuk zárni, ezt a kérdést, illetve ezt a kintlevőséget rendezni. Szentendre város önkormányzatának tulajdonába kerül tartozásmentesen az uszoda, úgyhogy ez megérdemel, azt hiszem, egy tapsot. Következő napirendként a Pest megyei könyvtár alapító okiratának módosításáról kellett határoznia a testületnek, miután szeptemberi ülésükön megszavazták a névváltoztatását az intézménynek. Múltkor felmerült az, hogyha jól tudom, hogy a megyei könyvtárak elnevezésében szerepelnie kéne ennek a megyei hatókörűvárosi könyvtár kitételnek. Ez akkor úgy került elő, hogy szerepelhet. Viszont erről, ha jól tudom, akkor ez egy törvénymódosítás rendelkezik erről. Tehát elvileg 2018 júliusában ment körbe egy ilyen 2017. körlevél, vagy bocsánat, 2017 júliusában ment körbe egy ilyen körlevél az intézményvezetőknek erről a törvénymódosításban, amelyikben szó szerint, hát most csak az elejét olvasom el, a megyei könyvtárak elnevezése feladatkör változatlan tartalma mellett megyei hatókörű városi könyvtárakra változik. Tehát, hogyha ezt azelőtt valószínűleg megteszik ezt az átnevezést, akkor semmi baj nincsen, viszont így nem lehet-e, nem áll-e fönn annak a veszélye, hogy esetleg egy év múlva vagy fél év múlva újra át kell nevezni ezt a könyvtárat, vagy egyáltalán számít ez valamit, hogy ez egy törvényben van foglalva, hogy ha egyszer átnevezünk egy intézményt, akkor azt hogyan tegyük? A jogi osztály nevében Klucsó Anita válaszolt a képviselőnek. Kértünk állásfoglalást, hogy mehet-e így a Hambas Béla Pest megyei könyvtárként, vagy pedig Hambas Béla megyei hatókörű könyvtárként kell a nevét szerepeltetni. Azt az állásfoglalást kaptuk, hogy maradhat. Tehát lehet Hambas Béla Pest megyei könyvtár, és nem kell
a megyei hatókörű elnevezést szerepeltetni a névben. A határozati javaslatot 14 igen, egy tartózkodás mellett megszavazták a városvezetők. Megkezdte a katonai alapfelkészítést a sportszázad. A Magyar Honvédség sportszázadának tagjai közül összesen 35-en kezdték meg a katonai alapfelkészítést tegnap Szentendrén, az MHA Tiszti Akadémián. Az ötnapos felkészítés kezdete előtt dr. Simicskó István honvédelmi miniszter köszöntötte a honvédség állományához nemrégiben csatlakozott sportolókat. Toncs Péter őrnagy, a Budapesti Honvéd Sportegyesület judó edzője a régi vágyálomnak nevezte, hogy a sportolók visszakerülhessenek a honvédség kötelékébe. Az ötnapos alapfelkészítés célja, hogy a katona sportolók megismerjék a Magyar Honvédség által képviselt feladatrendszert, kötelmeket, a katonai szolgálat tartalmi és formai elemeit, valamint az általános kiképzés bizonyos összetevőit. Hagyományok határon innen és túl 2017 és 2020. A három éves projekthez Magyarországgal együtt 7 ország csatlakozott. Mindegyik országból középiskolás tanulók tanáraikkal együtt vesznek részt a programban. A projekt nemzetközi találkozóin a partneriskolák tanulói a tanárok segítségével mutatják be országuk sajátosságait az adott kulturális területen. Megismerkednek a többi ország hagyományaival, szokásaival. A projekt indító találkozót 2017. október 15-től 19-ig tartják Szentendrén. 6 ország iskoláinak vezetőivel és projektes tanáraival közösen dolgozzák ki a program megvalósításának lépéseit és feladatait. A találkozó 3 napig tart, minden országból 3-4 fő érkezett szakmai megbeszélésekre, amelyek befejeztével különböző kulturális programot szerveznek a résztvevőknek. A megbeszélések helyszíne a Szentendrei Ferenci Múzeum Pajor terme. Iskolánk megpályázott az Erasmus programon belül egy nemzetközi iskolai együttműködés programot. 7 ország dolgozik együtt 3 évig azon, hogy a tanulóink interkulturális kompetenciáját fejlessze. Azzal a céllal írtuk meg ezt a pályázatot, hogy megismerjük egymás hagyományait, értékeit, egymás kultúráját, és ezzel segítsük azt, hogy a fiatalok igazán európaivá tudjanak válni. 3 napnak a programját nyilván mi előre megterveztük. Az első körben lesz egy rövid bemutatkozás az országoknak, iskoláknak, intézményeknek, hogy ezért így rátekintsünk egymás profiljára. Ezen kívül meg kell, hogy tervezzük pontosan, hogy az egy hetes projekt találkozókon, amikor a gyerekek ugye egy-egy országban összegyűlnek, ott az az egy hét, az milyen tematika szerint haladjon, tehát milyen tevékenységek adják a keretet, ugye, annak az egy hétnek, egy nagyon fontos dolog. Kell, hogy a financiális dolgokat is átbeszéljük, hiszen megkaptuk ugye a támogatást ehhez a projekthez, de ezt is kell, hogy lássák az intézmények gazdasági vezetői képviselői, akik szintén itt vannak, tehát ebben is kell, hogy együtt gondolkodjunk. És van még egy érdekes elem ennek a pályázatnak, hogy nyilván nekünk azért a tanulók fejlődését mérni is kell menet közben, erre pedig egy úgynevezett szokratív mérőeszközt fogunk alkalmazni. A program célja, hogy kölcsönösen megismerjék egymás kultúráját különböző területeken. Gasztronómia, hagyományok, nemzeti parkok, világörökség részei, családi ünnepek és nemzeti ünnepek. A 6 ország Lengyelország, Litvánia, Norvégia, Portugália, Svédország és Törökország. Tulajdonképpen a pályázatnak keretet ad ez a most megszervezésre került előkészítő projekttalálkozó, ahol a résztvevő országok iskoláinak képviselői jelentek meg. Lesz egy időközi
találkozó majd Törökországban, és egy záró projekt találkozó Szentendrén 2020-ban a tavaszi fesztivál idején. A Petszáth József szakközépiskola és szakiskola tanulói között elég sok hátrányos helyzetű fiatal van, akik számára szinte elérhetetlen az a lehetőség, hogy saját erőből utazzanak a 6 programhoz csatlakozó ország egyikébe, mondta Énekes Rita igazgató. A szentendrei Petszáth József szakközépiskola és szakiskola nagy tapasztalattal rendelkezik európai uniós projektek megvalósításában. Az intézmény dolgozói fontosnak tartják, hogy a program megvalósításával az európai értékek, az európai szellemiség beépüljön az iskola életébe, az oktatás-nevelés szintjén is. A Kenyér Világnapját 16 éve ünneplik hazánkban, ehhez csatlakozott a Rádió Szentendre Morzsa Parti című élő műsorával egy rendhagyó helyszínről. A Vizes 8-as Uszoda és Szabadidő Központ előtt várták a műsorvezetők a hallgatókat tegnap délután 4 és este 7 óra között. Kenyértörés, morzsapárbaj, nagy vajas kenyérteszt, harapnivalók, ajándékok, nyeremények és jó zenék. Ezt nyújtotta a Rádió Szentendre délutáni műsora. A Szentendre hazavár rendkívüli módon külső helyszínről a Vizes 8-as előjelentkezett. A részletekről a Rádió Szentendre programigazgatóját kérdeztük. A Kenyér Világnapja 16 éve van Magyarországon, vagyis hogy 16 éve ünneplik, és arra gondoltunk, hogy a Rádió Szentendrének nagyon jót tenne, hogyha egy olyan helyszínre települ neki, ahol nagyon sokan vannak, és ha már a Kenyér Világnapja, akkor olyan gyerekeket vagy felnőtteket lakatna jól, a Szilágyi Pékség jóvoltából, akik mondjuk megfáradtak nagyon az edzés után, vagy iskolából edzés előtt, edzés után, vagy iskolából hazafelé menet. Azért gondoltunk arra, hogy jó lenne ide kijönni, mert itt elérhetünk minden korosztályt, akihez szeretnénk szólni. A programon játékokkal és nyereményekkel várták a látogatókat a szervezők. Volt kenyértörés, volt morzsaparti és a nagyvajas kenyérteszt. A kenyértörés és a morzsapartiban itt inkább kvízjátékokra kell gondolni, mondtunk egy kérdést, esetleg 3 lehetséges választ, és aki jól válaszolt, azoknak adtunk Rádió Szentendrés erekjéket. A nagyvajas kenyértesztnél egy picikét féltünk, meg kell, hogy mondjam őszintén, mert nem akartunk az étellel játszani, és ugye a gyerekeknek is mindig ezt tanítjuk, hogy nem szabad az étellel játszani, de kíváncsiak voltunk, ha ledobjuk a V8-nak a tetejéről, akkor vajon a vajas felére esik az a vajas kenyér, vagy a sima felére. De nem szerettünk volna pazarolni, ezért az egyik kolléganőnknek az apukája, aki nagyon nagy horgász, ő megkapja ezeket a kenyereket, és a halakat fogja megetetni vele, és ha kifogta a halakat, akkor pedig készít nekünk halászlevet belőle. Szerkesztőségünk kíváncsi volt arra, miért tartja fontosnak a rádió programigazgatója, hogy a rádiós hangok láthatók is legyenek ilyen és ehhez hasonló rendezvényeken. Mindenképpen először is azért, mert tudnak szemét kapcsolni hozzá, illetve hogyha esetleg hallott is már róla, de nincsen élménye a rádióval, így lesz, és így valószínűsíthető, hogy hamarabb oda kapcsol arra a frekvenciára, vagy elkezd hallgatni. Az utóbbi időszakban megújult a Rádió Szentendre műsora. Azzal együtt a stúdió is, így a naponta hozzájuk érkező vendégek egy felfrissült környezetbe érkeznek. Jobban megújul a rádió, az arculata mindenképpen, ide érünk ehhez is, hogy megújuljon az arculata, illetve jönnek új műsorok is. Most arra álltunk rá, hogy minél több zenei műsor legyen, és tematikus zenei műsor. Ugye van már jazz és klasszikus zene, de nem sokára indul egy rock zenei műsor is, egyébként szerintem ez biztos nagyon sokan fogják várni, illetve indul egy olyan műsor is, ahol az előadó művészetet vesszük gorcsú alá, legyen a színészet, legyen az tánc, vagy esetleg éneklés. Kerekes Áron a Vekker című reggeli ébresztő műsor férfi műsorvezetője a stúdió belső környezetében és a külső helyszínen szervezett programokon is otthonosan érzi magát. Azt gondolom, hogy amikor rádióban dolgozik az ember, nyilván lényegesen jobb technikai körülmények között tud dolgozni, de a rádiónak ez a varázsa, amikor kijövünk az emberek közé, főleg egy városi rádió esetében, hiszen a Rádió Szentendre kifejezetten ezzel a céllel jött létre, és kifejezetten ez a küldetése, hogy Szentendre és a térség mindennapjait nyomon kövesse, és gyakorlatilag lokálisan részt vegyen benne. Hát ilyen apró meglepetésekkel azt gondolom, hogy meg tudjuk azt ugrani, hogy esetleg tényleg a szívükbe zárják a hallgatók, a nézők is, mind a televízió
televíziót, mint pedig a rádiót. Engem ez nem zavar, én ugye nagyon sokat dolgoztam rendezvényeken, tehát gyakorlatilag elmondhatom, hogy szerintem az a műsorvezető vagyok, aki Kelet-Magyarország legtöbb falu napját csináltam. Tehát nagyon szeretek egyébként rendezvényen dolgozni, de valóban hallgatóként én magam is tudom, hogy van egy olyan varázsa, hogy nem látjuk, hanem a fantáziánkra van bízva, hogy vajon ők most éppen mit csinálnak bent a stúdióban. Semmiről rosszra nem kell gondolni, általában dolgoznak, ugye? Lényegesen jobb elképzelni, mint ami bent történik, bár mi így szeretjük. Ahogy arról a korábbiakban híradónk már beszámolt, augusztusban megújulva tért vissza a Rádió Szentendre reggeli ébresztő műsora, a Vekker. A már tapasztalt rádiós Kerekes Áron egy, a színház világában igencsak jártas, ám rádiós múlttal nem rendelkező Kéfer Nagy Natival kezdte a reggeleket. Egy nagyon jó társra akadtunk Nati személyében, illetve azt mondom, hogy nagyon jó reggel alakult ki, remélem a hallgatók is így gondolják, nagyon szeretek vele dolgozni egyébként, tehát a műsorvezetői kémia szerintem működik, remélem mások is így gondolják. A Rádió Szentendrén egész nap hallgathatják a helyi híreket, információkat az FM 91.6-on, illetve az interneten is. Végül a várható időjárásról. Szerdán néhol tartósabban párás maradhat az idő, egyébként változóan felhős időre van kilátás, több órás napsütéssel. A déli szél megélénkül, 21 fok körül alakul a csúcsérték. Adásunk végén következzenek mai híreink röviden. Egyetértettek több napirend szavazásánál a városvezetők a múlt csütörtöki ülésükön. A testület tagjainak határozniuk kellett Szentendre város egészségügyi intézményeinek vezetői posztjáról. Döntés született a városi uszodával kapcsolatban és a Pest megyei könyvtár alapszabályának módosításáról. A kenyérvilágnapját 16 éve ünneplik hazánkban, ehhez csatlakozott a Rádió Szentendre Morzsa Parti című élőműsorával egy rendhagyó helyszínről. A Vizes 8-as Uszoda és Szabadidő Központ előtt várták a műsorvezetők a hallgatókat, tegnap délután 4 óra és este 7 óra között. Hagyományok határon innen és túl 2017-2020. A 3 éves projekthez Magyarországgal együtt 7 ország csatlakozott, mindegyik országból középiskolás tanulók tanáraikkal együtt vesznek részt a programban. A projekt nemzetközi találkozóin a partneriskolák tanulói a tanárok segítségével mutatják be országok sajátosságait az adott kulturális területen. Megismerkednek a többi ország hagyományaival, szokásaival. Ez volt már a híradó. Ha tehetik, maradjanak velünk a továbbiakban is. Hamarosan Sportkorzó című magazinműsorunk következik. Friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor várjuk Önöket. További híreinkért keressék fel a tvszentendre.hu oldalt, ahol élőben nézhetik adásunkat, és csatlakozhatnak hozzánk a Facebookon is. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!